Az elmúlt években hatalmas küzdelmet folytattunk ennek az utcának a megvédése, levédése érdekében. Néhány nappal ezelőtt a szerbiai kormány határozatot hozott, amelyben köztársasági védettség alá helyezi, tehát országos védettség alá helyezi ezt az utcát. Ennek az a gyakorlati jelentősége, hogy mostantól abban az utcában semmi nem bontható le, nem alakítható át a községközi műemlékvédelmi hivatal jóváhagyása nélkül. Tehát egy hatalmas csatát nyertünk Szabadka megóvása, megvédése érdekében. Én büszke vagyok arra, hogy az elmúlt években, tehát ebben a mandátumban, a korábbi időszakokkal ellentétben a hatalmas nyomás ellenére is azért számos épületet sikerült megóvnunk, megőriznünk, és talán sikerült lelassítani azokat a folyamatokat, amelyek a városra, az építkezésre az elmúlt éveket megelőző időszakban jellemzőek voltak.